megmutatod a többi gyereknek, hogy nem kell félni. Német Boris Máté már túl van az első oltásán. Elmondása szerint nem kell tőle félni. Édesanyjával érkezett regisztrált időpontra a Bács-Kiskun megyei oktatókórházba. Kecskeméten külön gyermekoltópont van, ez a gyermekambulancián van, és ugyanazokban a jellemzően ugyanazokban az időpontokban, mint a felnőtt oltóponton, tehát reggel 7-től 3-ig vagyunk most nyitva, valamint a meghirdetett akciónapokon regisztráció nélkül is lehet jönni az oltásra 3-tól 6-ig. Jellemzően az elmúlt napokban dupla annyi 5 és 11 év közötti gyermeket vittek az oltópontokra, mint 12 év felettit. A 16 év feletti oltásra várók száma jelenleg alacsony, tudtuk meg a főorvostól. A gyerekek oltása esetén több dologra is figyelni kell. A szülő jelenléte is szükséges, illetve beleegyezése. A 12-16 éveseknél is, illetve az 5-11 éveseknél pedig csak a szülő beleegyezése. Ugye kell egy fényképes igazolványt hozni, és hát ezen kívül persze a kisebb korosztálynál egy kicsit más a dózis, ugye ott 10 mikrogrammot adunk, 30 mikrogram helyett a Pfizerből. Ezen a héten szombat estig tart az oltási akció.